A legrémisztőbb baleset péntek éjszaka történt Dombóváron, amelyben 4 sérültek meg. 2 könnyebben, 2 súlyosan. Egy kiskorú fiú egy rokona autójával okozott balesetet úgy, hogy több barátja is bent ült. Dombóvár belvárosában egy kanyarban nem tudta uralni a járművet, ami aztán a zárokba borult és fejtetően állt meg. Egy 15 éves fiú az egyik rokonától elkötötte az ő autóját, és barátaival autókázni indult. A város központjában, a Kórház utcában egy kanyarban besokalt, az autó irányítása alatt elvesztette uralmát, beborult a zárokba, és a jármű fejtetőre állt. A balesetet követően mind a 4 kiszálltak a járműből, azonban mindannyian megsérültek. A kiskorú ellen most több eljárást is indítanak egyszerre. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a fiú korából adódóan sem rendelkezhetett vezetői engedéllyel, ezért vele szemben szabálysértési eljárás indul engedély nélküli vezetés miatt. Továbbá, mivel a balesetben voltak, akik súlyosan megsérültek, mégpedig a jármű utasai, ezért vele szemben közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt is eljárás indul. Mivel a fiú engedély nélkül vitte el az autót, ezért jármű önkényes elvétele büntet elkövetése miatt is felelnie kell majd. A hétvégén további 15 anyagi kárral járó baleset történt. Ezek közül volt, amelyikben az alkoholfogyasztás is szerepet játszott.